Hölgyek, urak, van-e valakinek valamilyen elakadása a gondolatmenetekkel, akkor arra nagyon szívesen válaszolok, bármi lehet a te témád, akármi, amivel küzdesz. Tehát teremtéstannal kapcsolatban főképpen, mert ugye az a szakterületünk, de azért mást is lehet kérdezni. Politikát nem, mert azzal nem foglalkozunk. És úgyhogy ez egy ilyen érdekes, hogy azzal nem, mert hát ugye betiltottak minket, nem lehet politizálni. Komolyan, nem viccelek. Megeskedtek minket, hogy nem politizálunk. Nagyon félnek tőlem, mindig is féltek. Persze, én nekem a leveleimet már ezelőtt 30 éves félbontogatták, még az összes, mindegy milyen állam volt az, teljesen mindig félbontogatták. Na tehát, egy kis izgalmas dolgot szeretnék bevinni. Beszéljünk a lélekről, mert az egy ilyen nagyon elanyagolt téma. Rengeteg sok a mellébeszélés, de konkrétuma szinte semmi. Ugye van a léleknek nagysága, tömege, hogy őrzi az információt, hogy működik, ez mindenkit érdekel, gondolom. Még a materialistákat is. Ugye, mert a zuhanó repülőn kevés az ateista. Szokták mondani. A süllyedő hajón is. Hirtelen mindenki tudja a mi atyánkot, úgy fújja, hogy csak na. És ez a lényeg, hogy kellene nekünk ebből a tudatlanságból valahogy egy kicsit kiebb evickelni. Találtam rá konkrétumokat a lélekről, főképpen az indiai mitológiában van róla konkrétum, ami még a vízözön meg a tűzözön előttről származik, ugye, mert ugye a vízözön az olyan 5000 éve volt körülbelül, a tűzözön meg 7000 éve volt egy tűzözön, volt több is már, de ez a tűzözön, ami utoljára volt, ez olyan 7000 éve volt, tehát összesen talán 2000 év volt a kettő között, és hát igazából a tűzözönben a föld lakosságának a jelentős része ott hagyta a fogát, de még nem volt ilyen magas a lakosság száma, 16 millió volt a tűzözönnél a föld lakosság. Összesen. Majd mondjuk Pekingnek, a Beingnek a lakossága 22 millió. Tehát csak Kína fővárosában élnek többen már, mint az egész földön éltek. Tehát sokkal lazább volt a történet, mint most, de az a lényeg, hogy 16 millióan voltak, és utána a vízözön idején, amikor jött a vízözön, akkor 12 millióra szaporodott újra már a föld lakossága, 12 millióra. Tehát akkor sem volt valami őrült nagy népsűrűség az egész földön, és bőven ellátott minket ugye mindennel a föld, mert volt elegendő kaja a legtöbb helyen, nem mindenhol. A túlélők azok hol lehettek, ugye logikailag? Hát a fagyos sarkok közelébe lehettek túlélők, bármilyen furcsa hangzik, ugye a tűzözönt hol lehet túlélni? Hát ahol sok a jég, ugye? Ugye ahol nem ég semmi, mert a jégkunyhó se nagyon ég, vagy nincsenek fák, amik égjenek, tehát nincsenek ilyen tüzek, de még ha atomfegyverek robbannak is, ott nem robbant senki atomfegyvereket se, mert olyan ritkás a lakosság, ott nincsenek hadibázisok általában is, így tovább. Tehát nem volt még arra se ok, hogy ott megbombázzák azt a területet, és ezért túlélők igazából csak ott voltak, az eszkimók, és az a nagyon érdekes, hogy az eszkimó nyelvet vizsgálgatva találtunk egy csomó olyan dolgot, amit nem én provokáltam. Ugye ez nagyon lényeges, én mindig azt mondom, amit az ellenségem mond, vagy az, aki rólam nem is tud, az sokkal jobb, mint egy haverom. Mert ha az is azt mondja, amit én, az jó. Tehát, hogyha ugyanarról beszél, mondjuk maga az eszkimó nyelv,
ugyanaz az eszkimó nyelvnek a kincse, a dugdosott kincse, mint amiről mi beszélünk, akkor jó felé kaparászunk, és megtalálod ezt a Bábel 11-es lapon, vagy 12-es, így valahogy, mondjuk a Univerzitas CD-n, ha valaki a tananyagot meg akarja venni, akkor az itt van, most hoztam belőle 10 darabot, úgyhogy nincs belőle túl sok, és ezen rajta vannak a tananyagnak a dolgai, a tankönyvek, minden rajta van. Ezt persze ki kell egészíteni ezzel a konzultációval, amit hetente csinálunk, mert ez egy rettentő nagy, széles spektrumú anyag. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez fizika, vagy kémia, vagy biológia, vagy mit tudom én micsoda, pszichológia, hanem ez minden tudományt megérint, mert a filozófia az a tudományok tudománya. Na most ez egyfajta filozófia, amiről mi itt beszélgetünk, csak ez a filozófia élő, nem ilyen döglött filozófia, nem filozófia történet, mint amit tanítanak, hogy ezt mondta 200 évvel ezelőtt egy nagy filozófus, ezt mondta 100 évvel ezelőtt egy nagy filozófus. De nem erről van szó, mert ez ma a filozófia. Tehát már gyakorlatilag nincs benne dinamika, nem él, döglött. Tologatják ide-oda, de döglött. Ló, áttolják a Rottenbiller utcában, tudom én, mert a másik utcának a nevét nehezen tudják leírni. Szóval körülbelül ennyi a történet. És ebből nekünk ki kellene lábalni, egy jobb filozófiát kellene csinálni, amiben minden működik. Én nem vagyok fizikus, sosem képzeltem, hozzáteszem. Nem vagyok fizikus, nem is képzeltem magam, bár az időfizikusnak hívnak, mert az idő fizikájával foglalkozom. Ez nem azt jelenti, hogy én fizikusnak képzelem magam, nem vagyok fizikus, hülyes vagyok a matematikához is, de nem is ez a lényeg. Mert ide most nem az kell, hogy matematikailag mit fogok most összehozni, hanem sokkal izgalmasabb dolog van. Hogy működik az egész? Megzenésítettek minket, úgyhogy így nem fogunk élhalni. És ez a történet, hogy kiebb vagyunk már a gödörből, mert már látjuk azért a dolgokat, kezdjük látni, kijön minden. Tehát annyira kijön minden, hogy érdemes vele most már biztos foglalkozni. Tehát annyira ez a nagy egyesítés, így is mondhatom. Tehát arról beszélnek, hogy majd megcsináljuk, de igazából nem tudja, hogy hol kezdjen hozzá. Tehát a nagy egyesítés nem halad sehová. Most már 20 éve mondogatják a nagy egyesítés, 30 éve, hogy majd a tudományok és a vallások majd a nagy egyesítésbe egyesülnek, tehát sehol nem egyesültek azóta se. A materialista az azt képzeli, hogy ő neki az Istenhez az ég adta világon semmi köze, ez csak egy ilyen buta hiedelem, amit az emberek azért találtak ki, mert féltek a villámoktól. Ilyet tanítottak a Foxy Maxi még annak idején. És hát ugye, hogy hát majd félünk a villámoktól, és akkor kitaláltunk magunknak egy Isten bácsit, aki olyan, mint egy nagypapa, akitől félni is kell, meg is jutalmat, cukrot kapsz, vagy virgácsot. Tehát, hogy ezzel igazából egy eléggé zavaros képet alkottak, és ezt a képet még most is minden lehetett eszközzel összezavarják. Tehát azért zavarják össze ezt a képet, mert fogalma nincs a megoldásról, de ő jobban tudja, mint a szőkék, tudod. Szóval semmi fogalma nincs a megoldásról, de már is jobban tudja. Még te kisen nyitottad a szádat, ő már jobban tudja. Na ez ugyanolyan. Mert rögtön le kell lökni a pályáról a másikat, azzal kell indítani, hogy föllököm, és amikor már összetörte magát, akkor nekem könnyebb a dolg. Tehát így képzelik. Tehát ha most nincs cenzúra, tudományos cenzúra sincs, de ha megnézed, akkor nézd csak meg, hogy menjél föl egy ilyen tudományos témákkal foglalkozó csetre, mondjuk a Higgs-re, vagy valamelyikre menjél föl, és akkor látod azt, hogy abban a pillanatban, ha bármilyen új dolog megjelenik, a pillanatban dől a leszólás, tehát rögtön megjelennek a cenzorok, kimoderálják a mondani valódat, hülyét csinálnak le és törlik. Tehát nem vitázni kezd, nem az van, hogy hát miért, hát nem lehet így, meg nem lehet úgy, ezért, meg ezért. Tehát nem érveket nem hoz föl, letörli. Mert nincs érve, és miután nincs érve, hát persze, hogy bajban van, mert ő meg nem akar hülyének látszani, de eddig ő volt a fő okos, úgyhogy itt aztán bajok vannak. Tehát visszatérve a lélekre, mi lehet a lélek, miből állhat? Van-e megfoghatósága? Mert ez egy nagy kérdés, mert nagyon, nagyon sok ilyen
történet van, ilyen szellemes történet, és akkor az nem megfogható a szellem. Na de mi vezeti, mi tartja össze egy halmozzá a szellemet? Mert ha látnak ilyen lepedő szellemet, mondjuk ilyen, mi tartja egybe? Ugye? Tehát miért halmaz? Ez a kérdés. Hogy mi a csodától marad ez egy olyan egység, egy ilyen látható valamilyen vacak, nem tudom, egy füst. De valami ott van, ami látszik, és az egyszerre mozog. Miért mozog egyszerre? Ugye valami, annak valamilyen tudatának kell lenni. És valóban, akik ezzel a kérdéssel tényleg vizsgálat szinten is foglalkoznak, nem ez a húgós éjszakai marhaság, amik a tévében mennek, tudod, ezek a jönnek a szellemek, és akkor csapkodják az ajtókat, meg a mit tudom, micsodát, és akkor rohangálnak a szellemmérővel ezek a Ghostbusterek, és akkor, na nem, szóval, tehát nem erről szól a történet, hanem ugye ez egy individuális valami, mert ha mozog, egységesen mozog, beszélni is lehet vele ráadásul időnként, akkor ennek valamilyen tudata van. De hol a fenében van a tudata, mert agya nincs. Tehát ilyen megfogható biológiai agya nincs. Ha nincs agya, nem látsz egy agyat menni-jönni, ugye? Akkor ha nincs ilyen biológiai agya, akkor mi a csodával gondolkodik? Akkor lehet, hogy a biológusok tévedtek? Tehát ez egy nagy kérdés, hogy lehet, hogy az egész nagy tévedés úgy, ahogy van, sejtéseim vannak, hogy itt bizony, mint a valami tévedésbe estek volna, tehát túlzottan belerohant az anyag valóságába, mert ő meg akar mindent fogni. Mondom, is fogtál már rádió hullámot? Na nem rádióval így, nem úgy értettem, mert ahogy tudom, rádióamatőr vagyok, tudom, hogy hogy működik, de nem foghatod meg. Itt van a rádió hullám, itt a Kossuth, a Petőfi, a Bartók rádió, itt van mind, tévéadások, minden itt van, itt, ahol ülök. Tehát beteszek ide egy kis kütyüt, bekapcsolom, szól a táskarádió. Tehát itt van az adás, idáig is eljön. Akkor viszont, tehát ez valami transzcendens dolog, ez a rádióadás is transzcendens dolog. Nagyon érdekes, mert a rádiósok nem nyugodtak bele a tudománynak a magyarázatába. A rádiósok, tudod, még most is az éter hullámaival közvetítik a műsort. Tehát az éter hullámain így szokták mondani, ugye ezt mindegyik kötök hallottam. Mi a franc az éter? Ugye ez a kérdés. Á, olyan meg nincsen, ugye, mert a fizika azt mondta, hogy a Michael Zamorli kísérletnő, hogy olyan pedig, hogy éter az butaság, rossz elképzelés, nincs ilyen, kész. Sőt, ha valaki megpróbált erről beszélni, azt is lehülyézték. Vége. Csak egy kicsit nézzél utána mondjuk a LIGO, Virgo, Geo 600, stb. Ezeknek a gravitációs távcsöveknek. Nézzél egy kicsit utána. Most már nem találtam, de le van mentve valahol egy régi, valahol nekem a régi lemezeimen megvan még, elrakva, mert lementettem, amikor ő még Michael Zamorli féle, vagyis hogy Michael Zamorli féle interferométernek hívta magát, Morley nem volt benne. Maga a Virgo mondjuk, ami Pisa mellett van az Olaszországban, az a nagy, 3 kilométeres nagy gravitációs távcsövek. Tehát így is 3 kilométer, ilyen elalakul, úgy is 3 kilométer, és az éternek a hullámait próbálja valahogy mérni. És ez az egészben a lényeg. Itt van vételed? Még nincs. Nincsen? Még nincs. Miért? Mert még nem vezem ezzel a gépen, hogy nem tudtam beállítani. Ja, nem kell, benne van. Nem indul el. Nem indul el az internet? Mint egy ilyet. Ez az orosz internet, az internet. Persze. Tehát az a lényeg, hogy ez a Virgo nevezetű viszonylag közel lévő, tudom én, mennyi, 900 ezer kilométerre van le, 900 kilométerre lehet ide körülbelül. Nincs messzire, Pisa nincs olyan messzire, nem Szicíliáról van szó. És ez a fajta dolog, elfelejtettem a dolgot bekapcsolni, ilyen előfordul. Mert hogy igen, és ez is igen. Tehát akkor a Pisa mellett lévő, Pisától keletre lévő, körülbelül keletre van tőle ez a nagy gravitációs távcső, a mezőn van felállítva, lézersugarakkal próbálja mérni az éterhullámait, úgy, hogy elküld egyet keletre-nyugatra,
a másikat észak-délre mondjuk, és akkor a két irányba elküldött lézersugárnak az eltéréseiből próbál következtetni, mert hogy a tükrök között pattogó lézersugár 3 kilométert megy oda, 3-at vissza, de közben a gravitációs hullámok rezgéseit fölveszi, és a kettőnek a különbségi jeléből következtetnek arra, hogy milyen gravitációs hullámok érték a műszert. És ezt hát képpé még nem tudták alakítani nagyon, de nagyon dolgoznak rajta. Mondtam nekik, hogy de nem érdekelte őket, úgyhogy ez mindig így szokott lenni, tehát hiába minden, te hiába segíteni nem lehet. Az önfejűség az önfejűség, nekem sem lehet ugyanúgy, hát az önfejűség az önfejűség. Tehát ezek a gravitációs hullámok, ezek azért érdekesek, mert ez a világegyetemnek az egyik legfontosabb története, ezek a gravitációs hullámok. Sokáig azt mondták, hogy nincs is, most már nem mondják, hogy nincsen, most már kutatják erősen, nagyon sok milliárdot költöttek a kutatására már, rossz fele indultak el, de ez most egy dolog, hogy rossz fele mentek, ilyen előfordul minden kutatásnál, hogy rossz fele indul el egy kutatás, mert hogy nagyon hosszú hullámokat kerestek, pedig a homokszemnek is van tömege, meg az atomoknak is van tömege, vagy egy elektronnak, vagy egy neutronnak is van tömege. Az viszont hosszú hullámokat soha büdös életben sem fog kelteni. Az van, hogy a humánok nem tudnak a telefonjukkal bánni. Nem tudják, hogy kell kikapcsolni meg be. Azért lehet hallani időnként, megszólal a humánok telefon, és kiszaladnak vele, mert az operában is. Tehát ott is előfordulnak ilyen humánok. Hogy a opera kellős közepén elkezd csörögni valami teljesen idétlen, valami idétlen dolog a telefonján, mert rengeteg csengő hang van. Tehát itt a lényeg, hogy ezek a hullámok nagyon fontosak, mert ezek nem csak a tömeget jelentik. A gravitációs hullámok úgy gondolják, hogy azok a tömeget jelentik. A gravitáció, értjük, tömeg nem értjük, mert egy büdös rohadt kuk nincs róla, hogy mi a gravitáció. Tényleg, van róla mindenféle definíciót már csináltak, már tanítják, de fogalma nincs senkinek, hogy micsoda, komolyan mondom. Tehát a fizikusoknak sincs fogalma róla. Mondják, hogy hát ez meg, persze valamit mondani kell, mert ha már megvan a nyakkendő rajta, meg a diplomájon, meg a mit tudom, micsoda, a csokornyakkendő, akkor már az illene tudni, hogy a szakmáját, de nem tudja. Csak a leglényegesebb dolgot nem tudja, mitől van a tömeg, mitől van a gravitáció, ezeket nem tudja. Nem baj, csak folytassa. Meg fogják tudni, mert ahogy én nézem, 25 évvel, 30 évvel néha előtte járok, de néha csak 20-szal egy-egy kutatási témának nagyon érdekel, mert én gondolkodom róla, ő még nem. Tehát megpróbál mi, az a probléma a kutatásoknál, amikor lefele kompatibilisnek kell lenni. Az a legnagyobb hiba, ugye, hogy mindenáról a régi hülyeséget is kell belevinni valahogy. Ez annak a továbbfejlesztése. Tehát ennél nagyobb gáz nincsen, amikor lefele kompatibilisnek kell lenni. Most történt egy ilyen kompatibilitás váltás mondjuk a tévéadásnál, mert idáig analóg tévéadás volt, és digitálisra cserélték az egészet. És most az összes régi tévékészüléket el lehet a francba dobni, mert hogy vehetsz hozzá 6000-ért egy ilyen dobozt, amivel vehető az adás. Na jó, de van a nyaralódban, van a kis szobában, van a nagy szobában, a üzében. Úgyhogy dobhatod el fel a rengeteg tévét. Az újakban már be van építve gyárilag, tehát ott már nem kell. Ezek az új lapos tévékben már be van építve, de csak az újabbak ott is, a régiekben nincs. És mi ez a gravitáció? Ugye minden, ami létezik, hullámokat kelt, kiárad, ez kiárad, nem kell hozzá semmit csinálni, kiárad. A létezése árad ki, ez a lét hullám. Ebből semmit nem csinál, ez egy időhullám, ebből semmit nem kell csinálni, ez magától kiárad, mert egy önmagába visszatérő, visszacsatolt rendszer időhurokból keletkezik, az összes anyag és az összes fény, ennek téridő, minden abból keletkezik. Tehát a világegyetem legfontosabb ilyen munkája az a idő visszacsatolás, amit csinál az univerzum. És hogy ez milyen régen megvan, tessék csak megnézni, az ógörög papíruszokon már rajta van. Ez a farkába harapó kígyó, ugye az uroborosz. Ez ógörög, gyerekek, hány ezer éves, 3000 éves ötlet.
Érted? És akkor most azon görcsölnek, hogy nem tudják, hogy mitől keletkezik a hullám, meg a gravitáció. Tehát nem kéne már megnézni, kisfiam, azt a szutyok ógörög papíruszt már, hogy mi van rajta? Mert hogy rajta van az időhurok elmagyarázva. A hülye biológiai kígyót lát benne, mert materialista. Érted? Biológia. Ott kígyó van, amelyiknek lábat is rajzolnak, olyan is van, meg van, akkor nem rajzolnak lábat. Mert biológia minden áron, a görög papíruszon is már lába van, persze, de a görögök azok már retardik voltak az előtte lévő kultúrákhoz képest. Mert nekünk azt fölvitték a csillagos égig, hogy azok aztán mindent tudtak már is, akkor ne, hát azok még a régi könyvekből tudtak valamit esetleg, de sokkal régebbről származik az információ, mikorról is? Na, mikorról származik? Most mondtam. Tűzözön meg a vízözön előttről származik az információ. És ez az egésznek a lényege, hogy sokkal régebbi maga az információ, mint amit itt hisznek. Mert ugye az egész világ teremtése, Ádám, Éva, meg az egész világ teremtése, ugye a zsidó mitológiában 6-7000 év. Kész. Tehát akkor teremtette Kus. És ezért mindent, ezek a vallási fanatizmusban mindent megpróbálnak leszalámizni, eltüntetni. Hát vagy apránként tépi le, vagy teszi tönkre, mindig oda megy a kalapácsos jegyet, ráüt, tudod, hogy mindig fogyjon egy kicsit. Aztán eltelik 30-40 év, és ha megnézed az eredeti domborművet, hogy milyen volt, meg most, hogy néz ki, hát már nem látszik rajta semmi, mert hogy mindig oda megyek, nem csinál semmit, csak visz egy kalapácsot, oda nyom egyet neki. Ennyi volt. Olyan rövid idő az egész, amikor nem néz arra senki, olyan rövid, hogy nem tudja senki, hogy ez mitől volt. Na hát valaki, mintha odavágott volna, és akkor de nem tudják elkapni. De persze, de a vallási fanatikusnak semmi nem drága. Még az életét is kockáztatja, de ilyen egyszerű, primitív módszerekkel is kárt lehet tenni. Az a lényeg, hogy kárt tenni, majd elfogy. Ugye a történelmünket is átírták, hogy apránként szalámi taktikával mindig kicsit lecsíptek belőle, a végén mi maradt nekünk? A mohácsi vész. Csak az ilyen vészek maradtak, meg azért figyelj oda egy kicsit, hogy győzni sose győztünk, pedig piszokul nagyokat győztünk, de azokról szó sincs. Ugye azt szépen lenyomták a pályáról, és csak a mohácsi vész van, meg a dúlások. A három nagy dúlás ugye az maradt meg, a végén a felszabadulással. És ettől kezdve ezt kellett nekünk szajkozni és mondani. Tehát visszatérve a gondolatunkra, ezek a gravitációs hullámok mit csinálnak? Ezek ugye fénysebességet tágulva terjednek, de közben mit csinálnak? Hogy tárolódik el? Hogy? Hol van az információ eltárolva? Mert valahol el van. Kell-e neki valamilyen anyagi dolog ahhoz, hogy eltárolódjon? Nem, de ahhoz, hogy itt maradjon, ahhoz kell. Tehát ahhoz, hogy megmaradjon, ahhoz nem kell, mert az fénysebességgel tágul, és elmegy a fenébe, de itt nem lesz meg, ha itt nincs anyag. Tehát itt csak akkor marad meg, ha anyag is van. Vagy fény, mert a fény is eltárolja az információt, milyen érdekes. Tehát ez a fénykvantumok is eltárolnak őrületes mennyiségű információt, tehát a te elképzeléseid az információról, azok ipari tanulók sem lehetnek mellette, olyan sok információt képes eltárolni. Ez egy fénykvantum. Nem az, hogy sok fénykvantum, és akkor tudjuk, hogy egy lézerre lehet tévéképet átvinni, ezeket is tudjuk, de nem. Nem erről szól a történet, hanem sokkal, de sokkal többről egy darab fénykvantum a Föld összes tudását képes magával vinni. Mérjó csillagokat nézni, lányok. Miért jó csillagokat nézni? Mert a csillagoknak a történetét is hozzák a csillagokról érkező fénykvantumok. Mert az ő naprendszere, ha van neki, az ott élő lények, bolygó, a növények, az állatok, az ott élő emberek tudását is hozza magával. Tessék, Csubi! Vörös Sándor írt egy verset, nagyon rövid, szenvednek szegezett lányzsák, csillagok. Igen. Vörös Sándor, beavató, ismertem személyesen is a Sándort, még a Hungária kávéházból, még annak idején. Írt egy verset egyszer
gimnazista voltam még, és írt egy verset, az volt a címe, hogy Antikekloga, ilyen dugásos vers volt, nagyon nagy sikere volt neki, arról nem lehetett neked írni. De a Vörösnek megengedték, és akkor dugás volt benne, ezért a fiatalok marhára lelkesedtek érte. Na most a Sándor bácsival találkoztam, nem bácsiztam, de találkoztam vele, és akkor írtam én is egy balladát, az volt a címe, hogy Asszonyodik, és akkor azt odaadtam neki azt a balladát, majd bedőlt a szék alá röhögéstől, nagyon tetszett neki. És mert hogy az ember fiatal korában ilyeneket követel, verseket ír meg, ilyeneket. És van, aki itt marad, van, aki tovább lép. De nem ezt jelenti, hogy a tovább lépés, hogyha ha most verset írsz, az nem jó, de hogy nem. Csak van, akinek más dolga is lesz még ezen kívül. Hogy verset ír, megélni tudnék, abból nem lehetett, akkor sem, meg most sem. Tehát most figyelj, mennyit kapsz egy versére, ha megjelenik? Szinte most már semmit. De, és akkor ettől kezdve abból éljél meg. Hát a naponta jelennek verseim, akkor se tudnám megélni, de nem jelenik meg. Örülsz, ha egy hónapban egyet, vagy két hónapban egyet ki tudsz adni valahol. Nem olyan egyszerűen. Szegény költők azok éjjel halnak, a festők is. A Van Gogh is egy képét adott el egész életében, hát ez így működött mindig. Mindig így működött. Később, azért a vászonért megölik egymást, amit fel, össze. Vagy mondjuk a Csontvárinak a képeit a kutya se akarta megvenni. Ugye izének megvették volna ilyen ponyvának, ilyen zöldséges ponyvának. Komolyan, hogy a zöldséges megveszi ponyvának, mert nem ázik át, és akkor az jó. Hát komolyan. És aztán most meg 100 milliókat ér, meg milliárdot ér egy képe. Na most akkor meg a zöldséges se akarta megvenni ponyvának. Így működik a világ. Tehát a világ, a József Attila, vagy ezer ilyen van. Ezer. Mert József Attila még vitte valamennyire azért a szerkesztőségekből, azért kavart. De hát azért, hogy mondjam, nem volt gazdag. Biztos, hogy egy költő az nem gazdag. Később marhára lengetik a zászlót a költő nevével, ezek a sznobok, meg a kultúra iránt érdeklődők, de érdekes, a kultúra iránt érdeklődők miért nem veszik még előbb egy kicsit észre? Ez a nagy kérdés, ugye? Hogy mi akkor, amikor tényleg szüksége lenne rá, a Van Goghnak egy képének az árából jól lehetett volna egész életében. Komolyan. Egész életében jól életett volna. Tehát az a honnan jön az információ? Ez a kérdés. Gondolkodol? Arra beszéltünk, hogy az agyadnak a hullámai szétterjednek a térbe, ahogy gondolkodol, vagy nem gondolkodol, az üres fejűnek is terjed, az üresség. Tehát az a nagy semmi is terjed ugyanúgy, tehát nincs semmi a fejbe, akkor az terjed. És akkor ezzel teleírja a közeget. És abban a pillanatban, hogyha kikerül ebből az ingerszegény közegből, amit ő maga gyárt, tehát hozzá kell tenni, hogy ő maga gyártja az ingerszegény közeget, mert nem igaz, hogy neki azt úgy kéne megélni, de hogy is. Azért olyan az egész, mert belül a lelkében nincs is rá igény, nem is tudja, hogy kell megvalósítani, nem is tudja, mit kéne kezdeni, hol kéne hozzá kezdeni. Mond valami hülyeségeket, amivel ő kimenti magát, hogy ő miért nem tanulhatott, meg miért nem csinálhatott. Hát ez az egy kamu. Itt Magyarországon biztos. Nem mindenhol kamu, de itt biztos, hogy kamu. Tehát most mondd már meg tudná tanulni bármilyen nyelven? Bármilyen nyelven meg tudná tanulni. Bemész az első könyvtárba, vagy bemész arra a követségre. Mondjuk azt hiszed, hogy mit tudom, az indiai követségen ingyenes nyelvtanfolyamok voltak. Tök ingyen, zsír ingyen. Oda mész, és mehettél hindi nyelvet mondjuk tanulni. És ingyen. Mert az, hát nekem arra nincs pénzem, hát bogárkám, hát talán oda kéne menni. Egy bérletet maximum csak megveszel. Ugye úgy is kellett ide-oda menni, hát akkor egy bérlet, azt akkor mindig oda tudsz menni, és kész. 29-es busz. Ott itt van fönn a Búzavirág utcán. És be lehetett menni, járt is tőlünk, fiatalember, járt is tőlünk, és meg is tanult hindiül, nagyon boldog volt vele utána, ingyen járatott, mert hogy ő neki nem adatott meg, mondom, de hogy nem, menj a fenébe. És nem csak ilyen van, hidd el, hogy minden olyan nyelvet, ami a legjobban fizet, ingyen lehet tanulni. Mert mi fizet jobban? Mert régebben is mi fizetett jobban? Azok a nyelvek fizettek jól, amit senki nem beszélt. Ugye Tomács is dupla annyit kapott egy olyan nyelvért, mint a mondjuk egy angolért vagy egy németért.
mert abból azt nagyon sokan beszélik. De hogyha van valaki, aki speciális nyelveket beszél, ha nem hülye, mert azt hozzá kell tenni, hogy azért kell egy pici szervezőkészség hozzá, hogy őt hívják, hát ez csak annyi. Most itt ez olyan, hogyha a lázadással köti össze, túllázadja magát is, a lázadásával köti össze fiatal, tudod, és akkor mit tudom én, lila-zöld hajjal megy oda, szétlázadja magát, és kilóg a fél feneke, vagy akármilyen, direkt csinálja, hogy ő nagyon lázad, hát akkor nem fogják hívni, mert annyira nem konszolidálta jelenik meg, hogy nem drága ruha kell hozzá, nem erről szól a történet, hanem csak egyszerűen tiszta, rendes ruhában, de ne úgy nézzen ki, mint egy ilyen őrült poplázadó, vagy punklázadó, hogy tele van, mit tudom én, az orrában három ziheresztű lóg, vagy mit tudom én, mert akkor azt mondják, hogy hát jó van, gyerek, lázadjál, de menj innen a fenébe. És akkor utána azt hiszi, hogy neki rossz az élete, hát ő csinálja. Mert ugye másnak kell lenni, ez nagyon lényeges dolog. Mindenki törekszik erre, szóval félre ne érts, én is törekedtem, te is, mindegyikünk törekedett arra, hogy másnak kell lenni. Mert ha nem vagy más, akkor a kutya sem foglalkozik veled, le se köpnek messziről. De nem foglalkozik veled, és akkor te nem jutsz sehova, sehonnan. Csak akkor tudsz férhez menni, vagy megnősülni, ha kilógsz a sorból. Valamivel kilógsz. És ha valamivel kilógsz, akkor felfigyelnek rád, és akkor találsz magadnak valamilyen párt. Akkor már nem kell tovább lázadni, van, aki ráfagy, nem tudja vagyni, de van olyan, hát ezek a, tudod, ezek a vízvonalasok, meg a régi lázadók, tudod, így a gumi a fején rohangál. Ismeritek ezeket a lázadókat, egy csomó fekete kinyúlt pulóverben rohangál ilyen nagy filozofus, és akkor 20 éve, 30 éve, 50 éve is ugyanabban a pulóverben lehetett látni, már így lóg róla mindenhonnan, mert ő nagyon lázad. Ismeritek ezeket a figurákat? Ez egy típus, ez egy lázadó típus. És akkor ő csak azért sem vesz föl sehol nyakkendőt, csak papucsba megy, vagy gumitapucipőbe, vagy izébe, ilyen tornacipőbe megy mindenhová, mert ez a lázadás lényege. Hát most már, ha megnézed a boltban, már nem is lehet más kapni, csak tornacipőt. Tehát túl van lázadva, most már fenét se érdekes a tornacipő, mert már mindenki abban van. Mert az már nem lóksz ki. Ugye, mert egy darabig akklimatizálódni kell a többihez, de ha rájössz arra, hogy csak akkor tudsz kilógni a sorból, hogyha más viszel föl, akkor mindig fölvárod azt, hogy cikizni kezdenek, vérciki ez a cipő, ebbe jöttél az utcán. Szóval rögtön ki fognak téged cikizni, mert ugye ő nem tud jobbat kitalálni, és ő inkább hasonulni akar amellett, ahelyett, hogy lázadna. Na most akkor ettől kezdve persze megint csak nem működik semmi. De így működik a világ. Tehát a gondolataid nem kompaktak, arról van szó. Ha nem kompakt, nem áll meg a koponyád falánál, belül a fejedbe, és akkor ott konga magába, hanem valami más is történik. Tehát a környezetbe is beleíródik, sőt, a környezetedet, mint memóriát használod is. Tehát a környezetedbe beleírt gondolataid, ez egy okos szoba, mert már itt sokat gondolkoztunk. Vagy okos a színházterem is, mert ott már 22 éve gondolkozunk. Gyerekek, ma van 22 éve, hogy ez az előadás sorozat elkezdődött. November 7-én kezdtük el, 22 év, 91-ben kezdtük ezt az előadás sorozatot, és az a címe igazából, hogy a tudomány csütörtöke. És ezért van csütörtökön. Ugye, mert ezt péntekre nem lehet rakni, vagy szombatra. Na, hogy az a tudomány szombatja, az nem olyan jó, mint a tudomány csütörtöke, ugye sokkal hatékonyabb. Ugye, kettős éle van a dolognak, és ettől sokkal jobb is. És így elmegy tudományos műsornak is, meg ilyen tudománycikiző műsornak is. És az az érdekes, hogy ez tudományos. Én nem cikizd akarok bárkit is, nem. A lustaságot, csak egyedül a lustaságot, meg a fafejűséget cikizem. Én soha nem cikizek. Én látom azt, hogy valaki az egész életét beleáldozta, mondjuk egy kémiai kutatásba, vagy biológiába, vagy akár beleáldozta az életét. Én azt mindig is nagyon nagyra becsültem. És ha nem volt siker, akkor is. Mert nem csak arról szól az egész történet, hanem arról is szól, hogy ő feláldozta az életét azért, hogy az emberiségnek valamilyen okosságot csináljon. Nem mindig sikerül. Szóval ez is olyan, hogy nem mindig sikerül, hanem néha sikerül, néha nem, sőt, inkább nem. Az igazi siker az a kudarcok sorozata. Mindig is így volt. Tehát a nagy pofára esések egyik a másik után egyszer csak valami működni kezd. Azt mire rájössz, hogy miért, még az is egy külön harc.
Mert néha csak működik, de nem tudod, hogy miért működik. Rengeteg ilyen volt biológiában is, hogy nem tudták, hogy mit tudom én, a penicillin miért hat a baktériumok ellen. És akkor rájöttek, hogy miért egy időn, mert a peniszgomba, igazából a penicillin az egy peniszgomba, hogy miért hat. A Fleming véletlenül nem mosta ki a petri csészét, és ott megpenészettek a hétvégén ezek az ő kísérletei, és akkor rájött arra, hogy a peniszgomba kiszorította a baktérium tenyészetet. És akkor már direkt kezdte megpróbálni, és hoppá, legyőzi a baktériumokat, amit semmivel nem tudtunk. Tessék, parancsoljon. Nem lehet, hogy ez a nagyföldöknek a jó indulata volt, hogy hozzásegítette a világot az antibiotikumokhoz? De, biztos, biztos. Tehát azért, ha belegondolsz, akkor tanultunk egy-két ilyen nagyfőnökre utaló nyomot. Még a materializmusban is. Tehát én tanultam kémiából, hogy fedezték föl a benzolgyűrűt. Ugye, hogy megálmodta, hogy a farkába harapó kígyóról álmodott, éppen egy farkába harapó kígyóról álmodott a benzol, aki a benzolgyűrűt elnevezték, ugye? Mert kijött az, hogy 6 szénatom, 6 hidrogénatom van a benzolba, és akkor kijött egy ilyen benzolgyűrű, csak nem tudta, hogy ez hogyan, azt mérte, hogy mennyi van benne, hogy 6 szén, 6 hidrogén, azt ő mérni tudta, csak nem tudta, hogy ez hogy a fenében van, és akkor nem jött rá, és akkor egyszer csak megálmodta, ő maga mondta ezt el, hogy ő ezt megálmodta, és akkor lerajzolt a körbe, és kész. A Berci fiam 6 éves volt, amikor ezt először megfejtette ezt a kérdést. 6, azaz 6 éves volt, mert a 16 volt a nővére, és a nővérét tanítottam kémiából, akit odahozott az anyja, mert totálkárba volt, és már ilyen bukásokra, meg mindenre, és akkor utána kiraktam ilyen kis kártyákat, csináltam a kémiát, én azzal szoktam tanítani, és akkor kiraktam, és akkor nem tudta kirakni sehogy a benzolt. És akkor oda rohant hozzá az asztalhoz a 6 éves öccse, és pillanat alatt kirakta, hát ezt se tudod. Ott csapkodta a fejét, hogy ilyen hülye vagyok, a 6 éves öcsém lesöpör a pályáról, hát nem lehetek ilyen hülye. Na attól kezdve viszont elkezdett tanulni, addig nem. Milyen érdekes. Azzal, hogy megszégyenítette az öccse, hogy azt tudta, ő meg nem tudta. Na akkor egyből elkezdett tanulni, át is ment négyesre, meg minden. Tehát minden rendben. Csak hogy van ezt, tudod, hogy mi mozgatja? Mert a 16 évesen mi mozog az emberbe? Hát minden. Minden, csak a tanulás nem, ugye? Tehát pont a gimnazista korban, ugye, mit csináltunk? Azért emlékezzetek vissza, már itt mindenki elmúlt 16, a 17 is elmúlt némelyik ember. Ugye, és ugye mi volt a lényege, hogy csak azon nem járt az eszünk, a tanuláson nem igen járt. Jó, hát be voltunk kényszerítve mink is, de tanultunk is. Én szerettem is tanulni nagyon érdekes módon, de nem úgy, ahogy akarták. Szóval az egy másik dolog, hogy úgy azt nem akartam. De én azért közben tanultam, mert én közben csillagászkodtam, meg közben egy csomó dolgot csináltam, meg érdekelt is, csak másképpen. Mögöttünk a nap. Mi célból? Ja, ez egy táj, nagyon szép. Tehát tessék, parancsolj. Az, hogy ezeket a hullámokat, amik itt kerengek, ezek a lelkünkkel vesszük, de hogy mivel? Igen. Nem csak a lelkünkkel, az összes atomunkkal vesszük, csak a lelkünk képes földolgozni. Tehát mit tudom én, a rádiónak a doboza is veszi a rádió hullámokat, a műanyag doboz is veszi, csak az nem alakítja át hallható hangá. Mert a műanyag doboz erre nem alkalmas. Kell hozzá egy rezgőkör, kell hozzá egy erősítő, stb. Hogy ezt hallható hangá tud alakítani. És ugyanez van a lelkünkén is, ugye, hogy kisújjat körme is veszi az adást, minden atomod veszi az adást, és az érdekes, hogy minden atomod a maga nemében intelligens is. Csak egy nagy rendszerbe kapcsolódik be ezzel az intelligenciával, de leginkább belőlünk a lelkünk az, amelyik képes ennek az adásnak a vételére. Tehát maga a lelked erre alkalmas, hogy ezt fel is dolgozza, hogy ebből érthető gondolatot, információt csináljon. És ezt tudni lehet, hogy hogyan egyébként? Tudni lehet, persze, abszolút tudni lehet, hogy hogyan. Ugye az van, hogy te magad is ilyeneket generálsz, mikor gondolkodol. Tehát a gondolataid nem kémiailag tárolódnak el az agyadban, mert nekünk ezt tanították már 100 éve, de ez maraság. Nem a kémiai átalakulások vannak, kémiai tárolás is van, de nem ott van eltárolva az életed története.
nagyon rövid átmeneti tárolás van, kémiai átalakulások is, hát viszonylag rövid ideig vannak, ilyen ide-oda váltakozó átalakulások, de nem ott tárolódik a tudás. Tehát nem az agyadban van a tudás. Ellentmondás, hogy az agyadon belül van valami, amivel a tudás van, az a lelked. De azonnan ki tud jönni az agyad közepéből, ki tud jönni, és amikor kijön, a tudás megmarad. A tudást nem veszik el azzal, hogy te a lelked kijött a testedből, meghalsz, akkor sem veszik el. Sőt, tovább gondolkodol. Tehát az a nagyon érdekes, hogy például lehet nem csak regressziós hipnózis, de regresszióban is meg lehet találni, hátraviszlek az időbe oda a két életed közé, ez a köztes lét. Erről beszéltek nagyon sok vallás. A köztes létbe hátraviszlek, akkor a köztes létbe meg lehet találni azt a részt, amikor megtervezted az életet, képzeld el. Hogy ott van benne a tervezés, hogy hogy tervezed meg a köztes létben az életedet. Tehát te tervezted az egészet úgy, ahogy van, ne hibáztass te senkit. Ha kaland van benne, akkor kaland van, te terveztél bele kalandot. Ja, hogy most nem tudod megélni a kalandot, mert ilyen fafej vagy, az egy dolog. Tehát azért van a kaland neked, hogy fejlődjél, hogy gondolkodjál, hogy tovább lépjél, hogy abba hagyd ezt a... Mert ugye, mert megy ez a zsibbattan imbolygás, de hát ugye telenyomja magát ilyen szarokkal, ilyen kávítószer szarokkal, telenyomja és fejlődik. Érted? Ez nem meditáció, de vedd észre, hogy mennyire csúnyán összekeverték. Tehát a keletre ment amerikai fiatalok hozták, benyomták a rengeteg kábítószert, és akkor zsibbadtak, és ez volt nekik a vallás. Tehát összekeverték a szezont a fazonnal, ez nem vallásnak semmi köze. Tehát a sámánoknak se kell hozzá semmilyen vackot szart beszedni, hogy révületbe essenek. A gyengébb sámánoknak igen, de a valódinak annak egyáltalán nem kell semmit beszedni. Tehát a tehetségtelen sámánok próbálkoznak ezzel, hogy révületbe essen. Nem kell. Tessék? Tejógomba meg, más vackok is vannak, különféle bolondgombák is, mit is, akkor attól zsibbad be. De hát hidd el, hogy nem ez a lényege, mert ugye mit csinál, volt itt egy sámán kutató, egyetemi tanárnő volt, barátnőm, ki meghalt, Isten nyugosztál, kiesett az ablakon, és az ilyen sámán kutató volt. Hiszen hogy kutatta a sámánokat, na mit gondolsz? De ez egyetemi tanszékben, ott ez csinálta, tehát ezt ő komolyan munkába csinálta. Hogy csinál? Kirakott egy kamerát, és lefilmezte a sámánt, hogy táncol, meg hogy ez, és akkor... Na de figyelj, ennek a világon semmi köze nincs a sámánsághoz, amit te itt lefilmezél, hogy milyen ringyeket, rongyokat, meg szalagokat akasz magára, és hogy handabandál, ennek... Ez, gyerekek, ez a külsőség. De sok hülye azt hiszi, hogy ez a sámán. Nem, az belül sámán, nem kívül. A hülye materialista, az megpróbálja lefilmezni. Ez olyan, mint a pornófilm, gyerekek. Hát a pornófilm az nem szerelem. Bemagyarázzák, de hát semmi köze nincs a szerelemhez. Mert amit érzel, annak semmi köze nincs, amit látsz. Még ha kiváltja, akkor is. Tehát ha nagyon nézel egy ilyet, akkor kivált érzelmeket belőled, tehát izgalomba jössz, de nem ez a szerelem lényege. Nagyon más. És ez az, amit nem lehet megmagyarázni ilyen egyszerűen. Szerelem. Tehát ugye az ember egészen addig a pillanatig normális, ameddig el nem kapja a szerelem. Aztán vége. Aztán, és mi a legracionálisabbnál is vége van. Kész. Akkor ott eldob kaszát, kapát és a legnagyobb marhaságokat követi el. Egyiket a másik után. Csak mit tudom én, nem sikerül neki, kiugrik az ablak, azt hiszem, hogy majd megoldódik. Mert ezzel majd megszűnik az ő szenvedése. De hogy akkor kezdődik. Akkor kezdődik. Mert a lelke nem hal meg. Akkor kezdődik, mert már nincs is teste. Érted? Már nincs is teste, már avval, hogy kiugrott, azt eltemették, vagy elhamvasztották a testét, aztán ettől kezdve rohangál, egy ilyen kis porszemnyi van, rohangál és lesegeti a szerelmét, nézegetheti, a seggelukába is belebújhat, nézegetheti mindent, nézegetheti a szerelmét, és akkor nézheti a fürdőszobába, hogy mosogatja a fenekét, minden nézegethet. Csak egyet már nem tehet meg, nem ölelheti meg, mert nincs mivel. Hát nem nagyon bolond. Nem inkább valami más kellett volna csinálni. Szóval itt is arról szól a történet, hogy meg mit tudom én, a fiatalon az ember azt hiszi, hogy ez az egy van és soha többet nem lesz másik. Ez egy másik nagy marhaság, de ez sem igaz. Mert lehet másik is.
10-15 is lehet akár. Ezek az álmok, ezek ilyen szép álmok, egyébként nehogy azt hitt, hogy leszólnám, szép álmok, de hát sajnos az a helyzet, hogy van másik. Van másik, és lehet következőt is találni, és mit tudom én. Na jó, hát ha valaki minden nap keres egyet, az egy más kérdés, ugye? Mert akkor a nő bemegy az orvoshoz, hogy doktor úr, szóval van egy kis problémám, mondja asszonyom, hát szóval, hogy mondjam, hát a férfiakkal nem talán meg úgy a számításomat tetszik érteni. Értem, asszonyom, hát szóval, hát akkor keressen maga, a férje, nem csak a férjem, szóval próbáltam már mást, hát jó, hát akkor, hát mondjuk, hát keresse magának egy olyan kemény legényt, aki tényleg meg tudja rendesen a dolgot csinálni. Hát jó. De hát az is van, doktor úr, de hát és akkor tehát ott van a vízilabda csapat például, és akkor ugye a vízilabda csapat, igen. Igen, de vasárnap a kosárlabda csapat jön, és hát maga őrült, asszonyom. Adja ezt nekem írásba a doktor úr, mert a szomszédok azt mondják, hogy kurva vagyok. szóval ez is pontosan ugyanolyan, hogy el vagyunk magunkkal, de a gondolataink nem szűnnek meg azzal, hogy meghalunk. Ez jó hír, ez egy örömhír. Tehát a lelked halhatatlan. Ez egy nagyon nagy örömhír. De sajnos ez nem jelenti azt, hogy a tessék parancsolj. Gyuri bácsi, mit gondol arról, hogy Ian Stevensonnak a kutatásai kezdenek bekerülni a köztudatba? Ő volt, aki meginterjúvolt 3000 gyereket, aki emlékszik az előző életére. Volt, aki 25 embert azonosított, nevüket, kapcsolataikat, tehát mindent megmondott, amiről fogalma nem lehetett. Igen, és sőt, ezeket le is lehet járni, mert mit tudom, egy gyerek, aki még nem hagyta el a faluját vagy a városát soha életében, meg tévé sincs náluk, meg mit tudom én, ennek ellenére elmond egy másik földrészen lévő várost, amiben az utcákat is ismeri, és elmondja, hogy melyik utca hány számba lakott, oda mennek, és tényleg lakott egy ilyen nevű, amit ő mond, és így tovább. Tehát, és annyi ilyen teszt volt, de olyan nagyon sok, hogy erre már nem lehet azt mondani, hogy hát ezzel nem szabad foglalkozni, mert ez mit tudom, hogy milyen káromlás. Nem. Nem, az Isten nem csinál papírzsebkendőket, azt szoktam mondani. Az Isten nem papírzsebkendőket teremtett, hanem sokkal tartósabb valamiket. Tehát a lelkünk nem egyszer használatos magyarul, hanem használhatod sokszor, és ennek abszolút nincs jelentősége olyan szempontból, mert mi a lényege a léleknek? Ugye arról kezdtünk beszélni. Mi a lényege? Információ. Az információ. És gyere be nyugodtan, nője le. Ott, parancsolj, ott a sarokban. Hát ha azt se látod, akkor... Nem, mi kamerálőt nem akartam. Azt hittem, hogy rövidlátó vagy. Ez a vaszbe... Nem, de hát Isten. Tehát ott is volt egyébként egy hely még. Tehát ott is. Ott is. Ezt se látod? Na, az nagyon cikk. A lényeg, hogy annyira fontos, hogy tárolj el, mint tárolj el, mit csinál, és itt van. Tehát ezek a kutatások, ezek rámutatnak arra, hogy valóban ez a lélekvándorlás dolog, ez kell, hogy létezzen, és szoktam említeni, hogy azok, akik a feltámadásban hisznek, azok is a lélekvándorlásnak az egyik formáját remélik. Ugye? Mert most meghalsz, és majd feltámadsz egy másik testben, akkor az egy lélekvándorlás. Tessék belegondolni. Tehát ez ilyen egyszeri lélekvándorlás, de ez egy kihasználatlan. Tehát ez kihasználatlan, olyan, mint a valaki a kompjúterre, csak ezre a jó kompjúterre még csak azt a régi ilyen tévén ez a pingpong játék, amit húzogatni lehetett két ütőt, és azt egész nap csak azzal lenne elfoglalva, hogy a pingpong ütőkkel ütöget. Tehát nem használna semmi másra egy jó gép, de nem használná másra. Hát arra elég volt egy ilyen pár ócska TTL áramkör, és nem kellett hozzá egy ilyen drága számítógép. És ez a lényeg, hogy nem használja ki. Az Isten nem így teremtett meg téged. Az a lényeg, hogy információt gyűjtsél az egész számára, és kitaláljál az egész számára. Kitaláljál, az is benne van. Tehát mit kell neked csinálni? Folyamatosan gondolkodni, és kitalálni új dolgokat. Nem az van, hogy... Tehát ez ilyen proletár álom, hogy majd ha sok pénzem lesz, nem csinálok semmit.
Érted? És akkor majd ülök a függőágyba, lógok, hát ne tudd meg, hogy meggebedsz a függőágyba. Aludtatok már függőágyba? Hát, a Csubi az szokott, igen. Tele is rakták neki ilyen szúnyoghálóval aludt, a táborban aranyos volt, és akkor körbe csavarta magát egy szúnyoghálóval, és a büdös csibészek egy dusztos üvegre való szúnyogot összeszedtek, és beengedték neki a szúnyogháló alá. A mocsok csibészek. De milyen jót rögtünk. Nagyon. De jót rögtünk. Ő is. Ugye? Mert ez egy szép emlék, ha vele gondolsz igazából, hogy a büdös csibészek, de jó volt. Na tehát, itt arról szól az egész, hogy a lelked egy őrült, bonyolult rendszer, tehát nem az van, hogy van egy ilyen ködös valami, amiről nem tudunk semmit. Tudjuk, hogy nagyon sok lélekcella van benne, a lélekcellák azok ilyen csonkolt oktaéder alakúak, tehát ilyen négyzetek és háromszögek határolják, egy ilyen fél szabályos test, kristály, és ezek a lélekcellák olyanok, mint a sejtek, vagy hogy mondjam, de ebben nincs citoplazma, vagy nem ilyen sejtről van szó, és ez a habszerű rendszer az, ami az információt, a feltudati információdat eltárolja. Tehát abban a cella rendszerbe pattog. A cellák nem atomokból állnak, nem atomok határolják, hanem időtükrök. Tehát egész más, mint amit hisznek róla. Tehát magukat, az atomoknak is a felületét az időtükrök zárják körbe, és ezek az időtükrök, ezek nem ilyen statikus valamik, hanem ilyen rettentő dinamikusan keletkező pusztuló rendszerről van szó. Tehát állandóan belülről kifelé keletkezik, és ahhoz, hogy megértsed a lélek működését, először az atomok működését kell megérteni, mert az elv ugyanaz. Lelőtte magát a vetítőt. Én lőttem le. Te lőtted le? Igen. Majd mindjárt csinálom. Jó van, tessék parancsolni. A lényegy, hogy azt mondtad, hogy a lélekben a cellák azok tükrök. Igen. Jézus azt tanította, hogy tükrök által látunk komással. Hát Jézus az jókat tanított végig. És az agyunkkal csak 3-4%-ba tudjuk kihasználni. Ez egy tévedés. Hogyha képesek lennénk nem tükör által homályosan látni, akkor emlékeznénk mindenre, amit a lélek... Mindenre emlékszünk, ég adta a világon mindenre emlékszünk, mert a tudatalattinkban minden el van tárolva, mindenről van egy biztonsági másolat a tudatalattinkban. Tudni, az az isteni rész, oda van eltárolva a tudatalattinkban. Úgy gondold el a lelket akkor, mint egy cseresznyét, aminek van egy külső héja, benne a húsa, és benne a magjában még egy, ott a lényeg a magján belül, mert ott egy cseresznyefához való cseresznye genetikai anyaga ott van. Tehát a szaporító anyaga megtermékenyítve. Ugye? Mert az már meg van termékenyítve, különben nem lett volna cseresznye. Tehát a cseresznye csak úgy keletkezik, hogy már meg van termékenyítve a virág. És a gyümölcsök így keletkeznek, az összes. Tehát az már ott van benne ebbe az egészben. És van neki anyagi része is, tehát megfoghatósága is van a léleknek. Persze nem tudod így megfogni, így átmegy a kezeden itt. Nem tudod így megfogni, de vasizével sem tudod megfogni, vagy vaslemezzel sem. Szóval ezeket felejtsd el, mert ezen a vasbádogon úgy megy át egy lélek, mint ott se lenne. Így, kim vagyok a tetőn, kész. Az ember félig nem anyagi? Nem. Nem, azért, mert négydimenziós. Mert négydimenziós, és egy sokkal másabb, mint amit erről gondolnak. 50 kapujú vár a lélek. 50 kapujú. Tehát nagyon bonyolult. Van, a lélekről van nekünk egy csomó érdekes feljegyzésünk a működéséről is. Tehát olyan dolgok is megvannak, amiről senki nem tud semmit. Megvan. Tehát a lélekről van információ, csak nem nincs köztudatban. Annyira nincs, hogy itt az itt ülők sem nagyon tudnak, pedig én már többször elmondtam. Tehát az a lényeg, belőled a lelked a lényeg. De ugyanolyan dinamikusan keletkező valami a lelked, mint az atomjaid is. Tehát az összes atomod is állandóan a keletkezés állapotában van, nincs kész. Egy neutron, egy proton, egy elektron soha nincs kész, az állandóan keletkezik folyamatosan és pusztul. Tehát a felszínén elpusztul, de nem áll meg a folyamat, miért?
Itt csak a megfoghatósága pusztul el, tehát belülről kifelé keletkezik egy megfoghatósági rendszer, és amikor kiér a felszínre, ott van egy határ, és ott a felszínen ez eltűnik ez a megfoghatóság, de a hullámtere nem tűnik el, és az a hullámtér a végtelenbe terjed. Ahogy azzal terjed az az összes atom mozgása és a lelkedben lévő összes információ mozgásai, azok is mind ugyanígy kiáradnak. Tehát a gondolatod nem záródott be a fejedbe, ezt mondtam az előbb. Hát ezért, mert ezek kiáradnak, de érdekes módon el is tárolódik a lelkedben, az őt elérő összes információ át tud alakulni a lélek számára emészhető rendszeré. Ebben is vannak tehetségesek, meg tehetségtelenek. Tehát vannak, akik nagyon jól olvasnak az akásába, vagy a világegyetem gondolatvilágában, a nagy makrovilágban, és van, aki a sajátjába se. Tehát ez is nagyon széles spektrum. De azért, mert lusta volt, nem gyakorolta, vagy nem is volt ilyen tehetség benne. Hát ez nem egyforma. Nem, a zenei tehetség sincs mindenkiben. Ezt lehet látni ezeknél az X-faktor vetélkedőknél. Kiáll obligat, és föl van háborodva, hogy őt kiküldik, hogy olyan obligatást rendez, hogy ez valami hátborzongató, de nem is veszi észre, hogy ő teljesen hátborzongató obligatásban. Ő nem tudja. Tehát ő meg van győződve, hogy ő gyönyörűen énekel, abszolút. Csak meghallod és rosszul leszel, olyan szörnyű. Hát már ebben az a jó, hogy nagyon rossz. Már azért szoktam hallgatni már ilyen önkínzásból, hogy na, mert hogy olyan retteneteket tudnak azért előadni, hogy szörnyű. Most is még a győztesei is még néha olyan sem énekelnek, nem nagyon nézi, a nők ezt imádják az ilyeneket, mert lehet ottan harcolni, meg megnyeri, meg nem nyeri. Szóval nők ezt szeretik, nem baj, nézze. De hát neki is kellene öröm, valamilyen öröm, ha már én nem vagyok elég neki. Tehát itt van a lélekcella, azt látod a képen éppen. A léleknek a cellarendszere ilyen. Nagyon érdekes, mert az ékszerészetben ezt a formát, hogy hívják, mit gondolsz? A lélekcellának. Úgy hívják. És volt milyen filmben láttam a macska nyakában. Egy filmben a macska nyakában volt ugyanilyen cella, ugyanilyen lélekcella alakú kristály volt a macska nyakában. Tehát az a nagyon érdekes, hogy ez megvan nekünk, tehát erről azért tudnak, hát ha ennyire megvan a forma, akkor azért az arról tudnak, csak valamiért ez nem elterjedt. Tehát ilyen cellából 1,6x10^23 darab van egy emberi, átlagos emberi lélekben. 1,6x10^23, ez nem az Avogadro szám, az 6x10^23. Ez 1,6x10^23. 1,618, hogy egész fontos legyek. Majd vedd észre, hogy az aranymetszés lapulott benne. Tehát a lelkedben is benne van már, a lélekcella számban is benne van az aranymetszési szám. Mert egy az 1,618 az aranymetszési arány, ugye? Tehát az ott megvan, és ez megvan a világban mindenhol, és ezért vannak aztán azok, hogy azok a görög épületek, amiket a görögök építettek arányosan, mert ott sem mindig arányosan építettek, de amelyik ilyen arányosra épült, akkor a szélessége, magassága, stb. Ilyen arányban volt egymással, és azt jó volt nézni. Tehát ez a lázadó modern Bauhaus, mit tudom micsoda, csinálnak ilyen bazi hosszú ablakokat, meg ilyen mit tudom micsoda. Hát így elnézhetem, mert jó van. De nem jó, nincs benned az otthonosság érzés, hanem egy ilyen rideg az egész is, ilyen művi, mesterséges. Tehát nem jó. Valamiért nem jó. Azt nem tudod, hogy miért. Tessék, csak. Azért, mert sok oktávval lejjebb együtt zeng a kettő? Hát na, persze. Tehát a kettő zenei harmóniában van egymással. A lelked, meg az épület is. Tehát az épület hossza meg a szélessége, és kiad egy rezgést, és a szemed is, ha látod, akkor az arányérzéked jó. Tehát kiraknak egy asztalra kiraknak mindenféle téglalapokat, és hogy csináltak csomó ilyen kísérletet, hogy melyik tetszik neked a legjobban. És különösen az ilyen humánok, akiknek ilyen jobb lelki rezgései vannak, nem ilyen izomagyúak, hanem ilyen humánabbak, akik úgy tényleg a kultúra iránt érdeklődnek, azok azt az aranymetszésest veszik ki. De nincs ráírva semmi, csak azt az arányú
téglalapot veszik ki a 30-40 téglalap közül, neki azt tetszik a legjobban, és kiveszik. Vagy a közelébe lévőt, de inkább azt veszik ki. Tehát fantasztikus. Tehát az, amit mondtál, hogy fölvettek egy, vagy dokumentáltak egy csomó ilyen előző életes történetet gyerekeknél, az nagyon világosan mutatja. Egyébként a Bibliában vagy 40 helyen még benne felejtették a reinkarnációt, nem jól dolgoztak, na, mert benne felejtették. Igen, nagyon-nagyon Bibliában is ott van benne, mert hogy benne felejtették. Nagyon tagadják, de benne felejtették, mert nem elég figyelmesek. Hazudni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Tehát, mert hogy az eredeti szövegben benne volt, tudod, az a probléma, hogy ne tegyél hozzá egy betűt, ne vegyél egy betűt, ezek mind a pokol tüzén égnek. Hát ugye, mert ezek megváltoztatták mindenféle ilyen, mit tudom én, milyen meggondolásokból. Vagy butaságból, vagy valamilyen kapzsiságból, vagy valami ok miatt. Nem, hogy ez így kihagytak belőle, ott beletettek, mit tudom én, átalakították, fordították, szanaszét fordították. A Bibliát nem is volt szabad lefordítani. Hát ez egy kódszöveg, annak a fordított változatában már nincs meg a lényeg. Pont a lényeg veszik el belőle, mert hogy az eredeti szöveg az az emberiség történetének a kódolt változata. Meg a rezgésről beszélgetünk. Meg a rezgésről beszélgetünk, igen. De elveszti pont azt a lényegét. Csak a lényegét veszti el. És nem azt mondom, hogy az eredeti Bibliával nekem bajom volna. Semmi bajom nincs vele. Csak hát ugye az a probléma, hogy az emberek hozzátesznek, elvesznek, mert okoskodnak. Mindenki okosabb akar lenni, és akkor okosnak akar látszani, és ebben nagy baj csinál. Mert elvesztette az eredeti tartalmát. Tehát mit tudom, én megnéztem, hogy az ige szó az azt hiszem 160-szor volt meg az eredet, a régebbi fordításban, a Biblia fordításban, az új Szent Istvánban már csak 4-szer. Érted? Tehát, hogy eltűntek a kifejezések belőle szépen lassan. Pont az a lényeg a világnak, kezdetben volt az ige, ugye pont az a lényeg a világnak. Na, mit vettek ki belőle? Pont a lényeget. Ugye? És benne van az, hogy hányas cipőt hordott, meg hogy szorította a lábát, meg tyúkszemet kapott tőle, meg az benne van. De a lényeget azt kiszedegetik belőle. Tehát ez a fontos, hogy a fontos dolgokat eltüntetik, és helyette beraknak valami rossz fordítást, vagy valami akármicsoda. Az eredeti, a Septuaginta, a görög az még sokkal jobb. Abban még a világkorszakok benne vannak, meg minden, aztán ezt mind kisibliskették belőle. Tessék, mondjuk. Erről jutott eszembe, hogy mi a helyzet a Koránnal, mert találkoztam a muzulmánokkal, és ők azt mondják, hogy ott hogy a Koránt azt nem változtathatják meg, nem írták át soha. Nem is, és arabul van most is, és arabul tanulják meg a törökök is, meg mindenki, igen, igen, ez így van. Úgy egyébként csak, hogy mondanám neked, hogy a Tórát sem változtatták meg, betűről-betűre meg van hagyva, olyan mértékben, hogy egy vesszőt sem változtattak sehol rajta. Nincs is benne eredetileg, az az igazság. Most, hogy van benne egy vesző, az I, ami a görögben a jotta, egy ilyen kis vesző, szóval van benne, egy írásjel van. Az ógörög, az óhéberben nincsen ékezetes betű, meg ezés, a magánhangzó sincs, és akkor a magánhangzó helyett most már pontokat raknak, hogy 1 pont, 2 pont, 3 pont, alul, fölül, királyász, alsó-felső királyász, vannak benne pontok helyett, tehát ez a betű, A betűt jelenti, ez E betűt, stb. De az csak úgy teszik hozzá, hogy az emberek el tudják olvasni, mert régen nem kellett hozzá ez, de most már kell. És akkor tessék, van csak. Az öröklésnek a szülő lelkével van kapcsolata? Hát hogyne lenne? Hát ugye gondolj arra, hogy eleve 9 hónapig ott kuksolsz a mama hasába, és az anyád lelkihez roppant közel, és még utána is legalább egy-két évig még, az már majdnem 3 év, ugye, 3 évig nagyon közel vagy hozzá, a lelkihez. És a lelkében lévő információk, amiről mondtuk, hogy nem kompakt se a lélek, se az információ, mert terjed állandóan, és beleíródik a környezetbe is, természetesen a te lelkedbe is, a mama gondolatai beleíródnak. Érzed az édesanyádnak a rezgéseit, a gondolatait, nagyon, nagyon érzed. Tehát minden indulatát érzed. Vele élsz, egy lény vagy vele, fizikailag,
csak a lelked az külön van, egy külön lélek. Tehát a lelked, a lelke, az nem a szüleitől származik. A teste, a biológiája az a szülőktől származik, de a lelke az nem. Vedd észre, hogyha van két gyereked, hogy ugyanattól az apától, anyától származó gyerek, annyira eltérőek tudnak lenni a gyerekek, hiába nevelte ugyanaz a szülő, ugyanabba a környezetbe, vészesen eltérő tud lenni. Tehát az egyik ilyen nagyon macsó, nagyon izé, másik meg egy ilyen nagyon szelíd, egyikből zeneszerző lesz, a másikból meg mit a pankráció birkozó, vagy mit tudom én. Tehát őrült nagy eltérés van a kettő között. Tessék, macsó. Sőt, még biológiailag is lehet, mert vannak olyan ikerpárok, hogy az egyik fele fehér, a másik fele fekete. Hát persze, hát mert a postásnak. Vagy tévészerelő, mert az még ilyen. Persze, hát az benne van, hogy a levegő felelős bácsi, tudod, ismered a viccet, ugye? Hogy azt mondja a gyerek az apjának, hogy itt volt a levegő felelős bácsi. Milyen levegő felelős bácsi? Hát tudod, aki mindig bedugja a fejét az ajtón és beszól, hogy tiszta levegő? Úgyhogy erről szól az egész életünk, és tehát a lélek egy teljesen önálló létező, a Rigvédában van leírva jól a lélek, 16 csatornás, mint ott le van írva, megvan az eredeti leírás, megvan minden, tehát megvan angolul, megvan szanszkritül, megvan, tehát megvan, le van rajzolva, meg van csinálva, tehát ez abszolút itt megvan, és tudunk róla, hogy hogy működik, és hát ugye sokkal több érzékünk van, mint amit tudunk, mert egy csomó olyan, hogy érzékelő rendszered van, amiről nem is tudod, hogy létezik. Tehát ilyen hatodik érzék, meg mit tudom, mondanak ilyeneket. Most már igazából az öt szokásos tanított érzékszervhez képest már megtalálták a hatodikat is, fizikailag is, mert a hatodik egy ilyen kis szemölcs az orrodban, pontosan kettő szimmetrikus szerv, és ez csak a feromonokat érzi, ez a szexuális feromon szaglásod, tehát ilyen megy a vaka sajtból elő. Szervusztok, lányok! Tehát ez a feromonokat érzékeli. A feromonoknak egyébként nincsen szaga. A feromonok azok szagtalanok, de nagyon erős ingert váltanak ki. Nagyon. Egy molekula is nagyon erős ingert vált ki. Persze, hogy a párokat egymáshoz terelje a természet. A fiúkhoz a lányokat, a lányokhoz a fiúkat. Nagyon érdekes kísérleteket csináltak ilyen amerikai egyetemistákkal, hogy milyen erős ez, milyen fantasztikus, milyen erős. Csináltak olyat, hogy ilyen srácok, mit tudom én, kosárlabdáztak, kiizzadtak, és akkor ilyen trikó volt rajtuk, ilyen fehér trikó, és akkor mindenkinek rá volt írva a neve, és akkor mit tudom én, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy odaadták lányoknak, betették egy ilyen lezárható undóztas üvegbe, és akkor megszagoltatták csak a szagát, megszagoltatták a lányokkal, és azt mondták, hogy rettentő büdös, de baromira izgalmas. Tehát azt hiszi mondjuk egy pali, hogy a hirdetéseknek kell eleget tenni, és kilószám fújja magára ezeket a dezodorokat, tudod, megy, aztán így bőzlik az utcán, ilyen, és ismeritek, lányba, fiúba, megy, és bőzlik, de olyan, hogy 5 méterről megyek utána, és érzem, hogy ilyen izé, szakfelhő megy, de már ilyen kellemetlen szakfelhő megy utána. Általában ezek nem is szoktak ráadásul mosakodni. Tehát, na ez ilyen avvapoltó, ez a sziszegős törőközővel. És az a lényeg, hogy hát volt egy ilyen haverom eszembe, hogy nem bírom ki, hogy ne meséljem el. Avval szórakoztat az apját, tínédzser volt. Az apja nagyon ideges volt, mert valami drága dezodorja volt, és a gyerek fújta magára, és megérezte, és akkor nagyon özöngött vele az apja. És akkor attól kezdve avval szórakozott, hogy kiment a fürdőszobába, és azt mondta, hogy magára zárta az ajtót, és azt mondta, hogy persze az apja azt hitt, hogy fújja dezodorját, és öröngött az ajtót, verte, és közben nem fújta. De nem úgy, mint a kievi takarítónő szegénynél, nagyon kitoltam, mert egy fél doboz brutot lefújt magára. Én éreztem már nagyon, egy férfi parfüm volt, vagy férfi ilyen dezodor volt, nagyon messzire éreztem Kievbe.
első osztályú szálloda volt, Slavuticsban volt ez. És a lényeg, hogy takarítónő, meg állj csak. És akkor rá, volt egy ilyen nőklapja, vagy mi újság nála, valahonnan szereztem, és akkor a Fabuló reklámot levágtam róla, és ráragasztottam egy fekete nitróra. És berekiraktam a fürdőszobába, és psz, lefújtam magát vele, oly, nagy botrány volt. Szegényt az igazgatóval úgy kellett visszakönyörögni, meg kidobták. Mert hát lefújta magát feketére a nő. És sikítva kirohant, hozzáteszem ráadásul. Úgyhogy kiderült a buli. De aztán három gyereke volt, én könyörögtem vissza, hogy ne, hát ez csak vicc volt, nem, semmi baj nincsen, és visszavették. Mert hogy az állásából kirdobták, mert hogy ilyen fújta magára azért. A fekete nitro alakot fújta magára. És vissza a lélekhez, tehát a lélek egy olyan rettentően dinamikusan keletkező és működő valami, ami még ráadásul információt is tárol. Tehát a cellák is állandóan bentről kifelé keletkeznek, de nagyon, nagyon durván, 512 rétegben vannak, és nagyon gyorsan terjednek kifelé benne az információk is, de közben meg is őrződnek benne, ez a hihetetlen. A tudatalatti rész az egy védettebb rész, az egy sokkal védettebb rész, tehát ha mit tudom én, fejvelőnek, és a lelkedet is kilövi a golyó a helyéről, azért lövik tarkon egyébként az embereket, és kiviszi az agy, a lelkedet is kiviszi a golyó, akkor hirtelen arra találod magad, ahová kilökött ez a lökés, de tovább gondolkodod. Tehát tovább érzed a fájdalmat, már nem fogsz érezni, mert a testedtől elszakadt. Tehát tessék, parancsolj. Na de, hogyha képes átmenni ezen a plafonon a lélek, akkor a golyókat tudja kilökni? A nagy a falsia, nagy a tehetetlensége. Átlukasztja a golyót, de kilöki. A golyót átlukasztja. Tehát egy ilyen mikronos lukat fúra, ahogy neki megy a golyó, átlukasztja a golyót, átmegy rajta. De közben kirántja a helyéről a lelket, és akkor az nem igen éli túl senki. Úgyhogy így működik. De a maga a lélek túléli. A lélek az gondolkodik tovább. A cellák között terjedő információk hullámokban, sűrűsödő, ritkuló hullámokban, mint a hangolyamba terjed. Tehát olyat képzelje, mint a hanghullámok. De ez vákumban is terjed. Tudni, ezek léthullámok, és nem pedig ilyen hanghullámok. Ezek is a léthullámnak egy speciális formája, ez a hanghullám is, de itt nem arról van szó, ezek mindenen keresztül mennek, akadálytalanul, de mindennel kölcsönhatásba is lépnek. Tessék, parancsolj. Mi történik a lélekkel, amikor valaki kómában van, ugye ezt hasonló, mint amikor állt? Akkor kint leveg általában a teste körül, a közelben, és kómában van, akkor de őrzi az információt? Abszolút, persze. Sőt, még olyanokat is el tud mesélni, hogy mit csináltak körülötte, pedig ő teljesen tudattalanul ott el volt, a teste el volt, és mégis emlékszik, hogy a nővérke bejött, levágta az fiolát, akkor mit csinált, hogy csinálta, akkor becsavarta egy rongyal, akkor piszkálta az órát a nővérke, ami nem volt a forgatókönyvben, de viszketett neki, és így tovább. Esik parancsolj. Az, hogy ilyenkor élek, az ugyan érzi magát, hogy hogy lát, mert milyen két szemünkkel látunk, hogy ilyen szögbe, de mondjuk a lélek az 360 fokban lát, vagy? Másképp lát, szélesebb látószögem van, mint egy potméter köve olyan, 4D-be, az a 270 fok. Tehát még hátrafele is lát, tehát nagyon kicsit így elfordítod a fejedet, akkor az már bőven elég, hogy teljesen körbe látsz, ennyi, már körbe látsz. 4D-ben más a perspektíva, nagyon más. Tehát ha 4D és harmadik szememmel nézem a lépcsőházat, akkor nagyon rossz benne menni, mert piszok messze van a lábam, mint ha 8 méter magas lennék, a lépcsők ilyen parányiak ott lenne a lábamnál, tehát más a perspektíva, sokkal másabb. És akkor nagyon nehéz a lépcsőre lépkedni, mert 3D-be gondolkodok, de 4D-be lépek. Tehát ha 4D-sen nézem a lépcsőházba a lábamat és úgy megyek lefele, akkor olyan, mintha ilyen rettentő Zollinger lennék, és már lent a lábam milyen kicsinek látszik, ott lent van a lábam, és ahogy lépkedek ezeken a parányi lépcsőkön, nagyon furcsa. Mert nagyobbaknak azt lépni, szóval, és akkor vannak vele problémák, hogyha rosszul találod csinálni, akkor puf, akkor
a lépcső aljáig mész, csöröpölve. Tehát igen, 4D-ben, és vannak rá gyakorlataink. Hát csináltunk egy gyakorlatot, a meditációs kazettákon voltak, régebben lehetett kapni meditációs kazettát, de már nincs kazettás magnó, és DVD-re vagy CD-re nem lehet megcsinálni. Nem lehet rendesen megcsinálni, nincs rajta rendes védelem. Nézegettem, nem lehetett megcsinálni. Ha meg sikerül megcsinálni, akkor megcsináljuk, de akkor nagyon ki kell találni, hogy az hogy működjön. Tudnélik, ha elhagyod a tested, akkor nem veszélytelen a helyzet. Nem veszélytelen. Ezer esetben nincs semmi, de 1001. esetben van, akkor aztán nagy baj van. Nem is tudsz vele mit kezdeni. Hát mint az óvodás a 8-sávos úton. Ha nincs forgalom, simán átsétál rajta, aztán az semmi, ez csak egy ilyen leaszfaltozott valami. Igen, de hogyha mondjuk a repülőtéren sétál át, ami nem olyan, mint egy 8-sávos út, hanem még sokkal durvább, 64 méter széles a kifutó, és 4 km hosszú, mondjuk a Ferihegyen. 64 méter széles. Nagyon széles. Nézd meg, hogy mennyi egy ilyen utca. Ja, tehát őrült széles. Hát, hogy meg oda találjanak a repülők. Meg ugye a nagy gépek is le tudjanak szállni. Tessék, parancsolj! Mondtak időnként, hogy tegyünk fel okos kérdéseket. De a tegnap a kajándában született kettő, nem is egy, hanem kettő. Így meséltem a Holdról. És akkor jött egy olyan gondolat, hogy na majd ezt megkérdezzük, hogy ha a Holdon lehetne élni, mennyi lenne ott egy földi ég? Hát ugye ő a Holdon egy nap, 28 napig tart úgy nagyjából. Egy nap. A Holdon. Hát akkor a földi év az úgy, az 365 nap lenne, persze. Holdi év. A holdi év mennyi lenne, ugye? A holdi év egy nagyon érdekes, mert a holdi év egész pontosan ugyanannyi, mint egy Holdon egy nap. Tehát a Hold az pont annyi dolat kerüli meg a földet, mint ami alatt egyszer megfordul a tengely mentén. Tehát a Hold éve igazából a Föld körüli keringése, ugye? És az ugyanannyi időt kerüli meg, és ezért mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk, mert pontosan ugyanúgy közeledik. Na, megvan már az interneted? Nincs. Nem, egyáltalán nincs. Internet. Korlátozott a hozzáférés. Korlátozott? Ezzel a géppel pedig már dolgoztunk. Kéri, hogy csatlakozhatod, de mégsem. Nem. Csatlakoztatva van, OMK1 ott van. Nem kell kilépni belőle. Nem megy. Nem megy? Nem megy. Halálnekes erre. Azt mondta hiban állító, hogy nem jó az IP azonosításom. Aha. Hát jó. Tehát Hol is tartottunk? Hold év. Tehát a Holdnak az egy, tehát ugyanannyidat kerüli meg a Földet a Hold, mint amennyit ott egyszer a tengely mellett mentén megfordul. És ezért a Hold év az pontosan ugyanannyi, mint egy holdnap. Úgyhogy ez... Nem megyek bele abba, hogy csillagokhoz viszonyított meg, mit tudom, micsoda, mert azzal kicsit összezavadnálak. De a lényeg az ilyesmi körül van, a 28 nap körül, mert nem mindegy, hogy sziderikus keringésről van szó, vagy nem. Szóval itt nem, ezt nem akarlak most vele összezavarni, elég a 28 napot, tudod. Mert ugye mi lenne, hogyha gyorsabban keringen a Hold? Elvéreznének a nők. Na, van-e valami kérdésetek? Tessék, parancsolj! Lélekkel kapcsolatban több kérdésem is lenne. Az egyik az, hogy szó volt a léleknek a felépítéséről és a lélekcellákról, és ez honnan lehet tudni, hogy ezek a cellák így épülnek fel? Ez lenne az egyik? Hát ezek már csak fejezések alapján vannak meg, mert már ennek még a tudományos kutatása egyáltalán nem is történt meg, vagy nem tudunk róla, ha igen. Tehát nem tudunk semmit erről. Én láttam mikroszkóp alatt már lelket, egyszer sikerült megnéznem. Nagyon érdekes, ilyen fortyog az egész. Egy mikroszkóp alatt már látszik, nagyon jól. Egy fénymikroszkópban már látszik. Nagyon jó. Egy mikron körüli egy lélek, egy mikron. Az a hajszál egy negyede mondjuk. Hogy megy oda? Tessék? Megkéred. Hát ez individuális. Hogy légy szíves, oda a tárgylemezre próbálj már ott maradni rajta az üvegen, és ott marad neked, érted? És akkor le akartam fényképezni, rajta volt a fényképezőgép, és nyújtam is az exponáló zsinór után, de akkor úgy megsértődött, hogy itt le akarom fényképezni, hogy
elment, és majd két órát könyörögtem neki, mire visszajött. Mert hát Ignác megsértődött, hát most Ignácnak hívják. Tehát ilyen, ilyen érdekességek vannak, hogy a lélekről már azért tudunk ezt azt, tudom, hogy hogy néz ki, láttam. És mi volt a nagyon érdekes? Képzeld el, hogy egy egyetemi tanárbarátomnak megmutatták, hogy milyen a lélek. Mondtam, hogy fessed le, rajzold le, lefestette, lerajzoltam. Hozta nekem a képet, és utána volt erre, hogy ez a kép megvolt már egy pár héttel ezután, hogy ez megvolt. Nekem Kecskeméten a természetgyógyász kongresszuson volt előadásom, és pont a lélekről. És az volt az érdekes, hogy a kongresszuson kaptam egy közönségdíjat az előadásért. Nagyon tetszett az előadás, és kaptam egy közönségdíjat. És a közönségdíj ugyanaz volt, mint amit az egyetemi tanárbarátom rajzolt. A kettő egymást nem ismerte, az egyik az lent lakott a Velencei tónál, az meg itt lakott Budapesten. Tehát nem is ismerték egymást, nem is hallottak egymásról, nem is látták a képet se. Ennek ellenére, ja, és hát a képet láttam, mert az előadáson bemutattam azt a képet, igen ám, csak hogy ez már meg volt száradva és olajfesték volt, tehát nem tudta ott sem megfesteni, ez a lényeg. Hanem ő már készen hozta ezeket a képeket, két-három ilyen lélekről szóló képet is rajzolt. Volt, amire rá kellett neki rakni egy fél teniszlabdát. Egy félbe vágott teniszlabdát ráragasztott, mert ez nem sík, hanem domború. Ezt látta magába, és ráragasztott egy teniszlabdát, és azt festette meg. Tehát ez milyen érdekes, hogy ott már megjelent, hogy a főnök ne akarta mutatni nekünk, hogy igen, jól gondoljuk, így néz ki, és így megmutatta. De hát ez nem lehet, mit lehet erre mondani? Hát ez nem bizonyíték, de a tények akkor is tények, talán megvan ez az előadás fölvéve, és talán a díjkiosztás is megvan, és ahol említést teszünk arról, hogy ő neki hónapokig ezt kellett festeni, minden áron ezt kellett festeni. Egy festőművész nő volt. És minden áron ezt kellett festeni. Hát azért, hogy a közönségdíjat én megkapassam. Csak ez volt az érdekes. Ugye pont az ezzel foglalkozóknak kellett, vagy 800-an voltak, ugye megtudni ezt, mert pont ezzel, akik nyitottak voltak erre, mert hát egy MTA-ban nem igen lehetett volna ezt bemutatni, de mivel a természetgyógyász kongresszus megkaptam, ugye a természetgyógyászati díjas is vagyok, már az első négy között kaptam, tehát így ez itt ott bevették az emberek és gondolkoztak rajta, ez a lényeg, hogy nem el kell hinni, hanem gondolkozni kell rajta, hogy lehetséges, hogy működhet, tényleg ilyen lehet, gondolkozni kell rajta. Na most ezek a véletlennek nevezett dolgok, ezek azért érdekesek, és érdemes rajta törni a fejedet, hogy mégse annyira véletlen. Szünet van, mert hogy izé van, elmúlt a pont fél van, szünet van, de szünet utára tartsd meg a kérdésedet. Jó, én nagyon szívesen köszönöm.